Neked küldetésed van. Ez az érzés, hogy én több dologban szeretném kipróbálni és kipróbálhatom magam, ezt hívják úgy, hogy homo sapiens. Ebbe a végtelen lehetőség tárházában nagyon nehéz szülőként. Ez a hagyás, ehhez nincs, mintha nem lenne elég bátorságunk. Mit jelent modern apának lenni? Aki ebben a világban merészel olyat mondani a gyerekének, hogy ezt, és nem más tanult meg, nem lehet ilyet mondani. Az Apa Idő Podcastot a Vodafone Podcast Pioneers programja támogatja. Nagy szeretettel köszöntöm az Apa Idő Podcast nézőit és hallgatóit. Kertész András vagyok. A mai vendégemet talán úgy tudnám a leginkább felkonferálni, hogy annak idején, jó pár évvel ezelőtt, amikor ő feltűnt a színen, akkor én felszisszentem, és azt mondtam, hogy végre itt van valaki, aki igazán egyedi, aki intellektuális. Valamikor megszólal, akkor azt érzem, hogy igen, emögött van valami. És akármit is csinált ezek után, a következő években, mindig tudtam hozzá intellektuálisan kapcsolódni, és személy szerint, és azt gondoltam, hogy igen, emögött van gondolat, emögött van érték, emögött van üzenet. És ezért óriási öröm, hogy itt van valaki, akit, hogyha kerti partira hívnak, akár ismer embereket, akár nem ismer embereket ott, akár a szomszédja, az ismerőse, akár kiről legyen szó, akkor is boldogan megy, és hát, hogy ott mi történik, az egy másik kérdés. Szóval nagy szeretettel köszöntöm az Apa Idő Podcast stúdiójában Hajós Andrást. Köszönöm szépen, én is köszöntök minden nézőt, hallgatót, téged. Nagyon szépen megdicsértél, majd meg kell próbálnom nem csalódást okozni a következőkben. Neked. Nem fogsz. És pont erről beszélgettünk egyébként, hogy alakul az ember életébe az, hogy bizonyos dolgokat abba hagy, vagy úgy érzi, hogy nem úgy kell tovább folytatnia. Én veled kapcsolatban mindig azt érzem, hogy amit csinálsz, az nagyon őszintén, kreatívan belőled jön, és hogy különböző formákba tudod önteni azt, aki te vagy. És arról beszélgettünk itt a felkonf előtt, hogy nem érzed úgy, hogy színpadra kéne énekesként menned. Miért? Hát ennek sok válasz van. Most mondhatom a vicceset, az elsőt, hogy nem nagyon tapasztalom, hogy más érezné, hogy nekem színpadra kell mennem és énekelnem kell. Oké, de ez egy kicsit csak egy ilyen menekülő útvonal. Két típusú kreatív ember van, az egyik az elmélyülő, a másik meg a játszó gyerek. Én a játszó gyerek típusú vagyok, és megunok dolgokat, új játékot látok, mást kell építeni, akár közben, akár egyszerre. Figyelmem nagyon nehezen, nagyon rossz voltam mindig a türelmes elmélyülésben. Megpróbáltam az életem során ezeket beemelni, és vannak dolgok, amikben képes voltam erre, vagy akár magamat is meglepően hosszan, de hogy én egy életen át egy valamilyen pozícióra, karrierre, szerepkörre zárjam magam, az idegrendszeremtől is idegen, és soha egy pillanatig nem éreztem magamban olyan elsöprő tehetséget, hogy ez valami olyan hívást jelentett volna, amire nekem hallgatni kell, amiért nekem áldozatokat kell hozni. Én szerintem nagyon jó fülem van. Általában nagyon jól szokott. Zenében, még talán irodalomban, főleg szövegben van egy érzékem ahhoz, hogy meg tudom állapítani, legalábbis a magam számára, hogy mi jó és mi nem. Addig nem merészkednék, hogy ezt a világra is kivetítsem, szóval én nem ítész vagyok, hanem saját magam számára érzékelő. És az első perctől kezdve, hogy zenével kezdtem el foglalkozni, mindig pontosan tudtam, hogy mi jó és mi nem jó, amit csinálok, hogy miben milyen vagyok, hogy minek van értelme, hogy mit nem érdemes erőltetni, mi nem fog fejlődni, és nagyon hamar láttam, hogy én nem születtem hangszerrel a torkomban. Muzikális vagyok, akár kreatív, akár játékos, bátor, akár intellektuális, stb., de nem születtem torokkal. Legalábbis engem kielégítő torokkal. most az, hogy másoknak tetszik, vagy jaj, András, de nem, olyan jó hangot. És azt is nagyon hamar felmértem, hogy hangképzéssel, technikai fejlesztéssel hova tudna ez fejlődni. Nem itt annyira okos túlni lennék, szóval én nem azt láttam meg, hogy én aztán mennyire tudom, hogy mi volt a hangomban, inkább, hogy nekem mennyi szokott lenni a türelmem az ilyen típusú gyakorláshoz, és hogy engem ez visze valahova. És elkezdett kevésbé érdekelni, amit annak idén az Emil.RuleZ!-zel csináltunk, annak nem az volt a lényege, hogy én hogy énekelek, hanem inkább az, hogy mármint, hogy hangszín vagy énektechnikai szempontból inkább, hogy mit rakunk össze, hogy mint alkotók, milyen dalokat csinálunk, milyen image-t sugárzunk, mit mesélünk, mit mesél az akkori fiatal színpadi személyiségem. Ennek egy eleme volt csak az, hogy én akkor most mennyire vagyok énekes, és amikor ez beteljesedett, vagy elért az útján valahova, akkor elkezdett nem érdekelni az, hogy én énekes legyek. Én azt hiszem, hogy ez így is van jól, hogy az ember előbb-utóbb szembenéz magával, fölteszi a kérdést, hogy akarom ezt csinálni, hogy ki vagyok én, hogy az vagyok-e még, aki egyébként elkezdett valamit csinálni. Ugye úgy kezdtünk el erről beszélgetni most, hogy te kérdezted tőlem, hogy miért hagytam abba az operaéneklést, és hát nagyon nehezen tudom én is ezt megválaszolni, hiszen valami hasonló útam van, mint neked, hogy az ember csinálja, és akkor ezt csak azt érzi, hogy valami másban ugyanazt a tehetségét, vagy azt a mondani valóját, ami benne van, azt valami másban jobban tudja kamatoztatni, vagy kifejezni mindazt, ami benne van. De hogy ennek az egyik gyújtópontja az, hogy eljön-e az a pillanat, amikor rájövünk arra, hogy most már én nem az vagyok, aki voltam 10 évvel ezelőtt, vagy hogy éppen most ki vagyok, és mit szeretnék csinálni. Neked volt egy ilyen pontod, amikor azt mondtad, hogy oké, én vagyok az András, aki több dologban egymás után szeretné kipróbálni saját magát, mert hogy így tudok kiteljesedni. Nekem nem pont volt ilyen. Én ezt, amióta az eszemet tudom, így tudom, hogy ez az érzés, hogy én több dologban szeretném kipróbálni, és kipróbálhatom magam, ezt hívják úgy, hogy homo sapiens. Ez az ajándék, amit kapunk ebben a földi életben. Én bár különösen nem hergeltek szabadnak a szüleim, és ők nem is voltak talán olyan szabadok, mint amilyenek a mi generációnk lett, és más szempontból pláne a maiak. Tehát azok által, a könyvek által, azok által, a versek által, azok által, az operaelőadások által, koncertek által, esti beszélgetések által, amilyen impulzusok engem értek, én ebből ezt szűrtem le. Ha én megkérdeztem az apámat, hogy én mit olvashatok ott a rengeteg könyv közül, akkor azt válaszolta, hogy azt, amit elérsz, és amit értesz, és nem teszel vissza. Szóval én ezt mindig úgy tudtam, hogy szabad élni. És én egy percig, nekem nincsenek ilyen értelemben korszakaim. Én nekem már az egész kiskamasz koromtól kezdve ez azt hiszem egyértelmű volt. Ma már jobban meg vagyok ijedve, hogy mik történhettek volna velem. Iszonyú szerencsének érzem, hogy ez a kis naív kamasz burkom, ez megmaradt. Én nagyon szerencsésnek érzem magam abból a szempontból, hogy nekem az élet nem koppintott az orromra extra nagyot, nem nagyobbat, mint másoknak, hogy ezt nem lehet csinálni. Bennem mindig volt egy bizalom a tekintetben, hogy majd lesz valahogy. Nekem soha nem kellett reinventing myself, mert nekem inkább el kellett csendesíteni azt a 26 másik ént is, aki egyszer akar. Nekem jelenleg is egyébként nem az a problémám, hogy hova tovább, ha egyáltalán ilyen navigációs hangulataim támadnak, és keresek valamit, vagy elgondolkozom ezen. Nekem inkább az, hogy mi fér még bele ebbe az időbe. És amióta talán az egy jelentős változás, amit az utóbbi évek hoztak meg, nem egyik pillanatról a másikra, bár azt hiszem a fellélegzése a dolognak, vagy ennek, amit most mondani fogok, ennek az oxigénnek a beszívása, az talán köthető konkrét időponthoz is, de ez nem különösebben érdekes mások számára. Szóval az a felismerés, a most felszabadított korszakomnak a legnagyobb felismerése, hogy nincs szükségem már végképp senkinek semmilyen visszajelzésére ehhez az egészhez, amit én csinálok. Volt elegendő sikerem ahhoz, hogy azt a szükséges belépőt leperkáltam egy irodánál, hogy én akkor ezt csinálhatom-e, nekem jogom van ehhez, én ezt az utat választhatom-e. Én olyan boldogan írok a barátnőmnek, vagy még neki se, hanem csak a fióknak dalt, vagy a feledésnek, és néha jobb dalt, mint amilyet bármikor írtam, hogy ezt eszembe nem jut még csak sokszor még csak egy saját magamnak voice recorder megnyomása sem. Az meg, hogy másoknak előadjak, ettől véglegesen eltávolodtam, de úgy távolodtam el, hogy a közelében vagyok, csinálom, ez a hivatásom, és ha megígéri nekem mindenki, hogy ezt megpróbálja nem félreérteni, amit most fogok mondani, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon szép szakaszba lehet, hogy lassan kezdek elérkezni, amikor én ettől nem kapok, hanem adni tudok. Én picit talán elkezdek nyomelemekben hasonlítani, és hogyha lesz időm rá, akkor még talán fejlődni is tudok, azokra az orvosokra, apukámra és orvosbarátaira, akik embereket gyógyítottak, akik nem azért mentek be a munkahelyükre, hogy munkahelyen legyenek, hogy fizetést kapjanak, akik nem azért mentek be, hogy milyen autójuk lesz ebből, milyen magánrendelésük, milyen praxisuk, hanem akik részben a tudományt szolgálták, részben a tudományos oktatást szolgálták, részben konkrétan a betegeket napi szinten szolgálták, és gyógyítottak, és én tehát mostanában úgy érzem, hogy mindaz, amit tudok erről az előadóiságról a magam részére, a magam számára, azzal már hasznos is tudok lenni, vagy adni tudok valamit, mert lejött róla az én egóm, az én sütkérezésem, és nyilván nem 100%-ig, de most mintha úgy kezdenék jól lenni. Egyébként ez nagyon átjön a Dalfutáron is például. Most néztem néhány részt a Dalfutárból, és nagyon hangos volt nekem abban, oké, jó a műsor, meg izgalmas, jól összeraktátok, de hogy nekem ami a legfontosabb üzenet volt az, hogy neked küldetésed van. Tehát ennek a műsornak, ennek célja van. Ez szándékosan valamilyen. Szeretne valamit mutatni. Szeretne valamit üzenni az embereknek. Mi ez? Egyrészt nem csak az én küldetésem, muszáj megemlítenem Jeli Andrást, aki egyik legfőbb alkotótársam a kezdetektől, a kitalálástól és a létrehozástól kezdve. Meg még néhányan ott vannak, ott van azért Hegyi Gyuri is az Emil.RuleZ!-ből közöttünk a szerkesztőségben, ott vannak fiatalabb kollégák, ott vannak a képalkotás, a filmvilágából tehetséges fiatal kollégák. Azt hiszem, hogy valamilyen tisztességes dokumentarista hozzáállást szeretnénk felmutatni. A popzenéről mutatunk valamit, a popzene működéséről, bár ennek kapcsán sokkal inkább az emberi együttműködésről. Az én személyes szándékom, amivel azt hiszem a többiek is egyetértenek, esetleg van mellette más szándékuk is, az az, hogy én nagyon sok időt töltöttem a televíziózásban, egyik korszaknak a leágazásában, vagy hogy mondjam, lohadásában személyesen is részt vettem, és biztos felelős is vagyok érte. Nem leszek ilyen, végigcsináltam, majd utálkozom rá, mint a Verebes szokta néha csinálni. Mindent vállalok, de tény, hogy kezdett egy kicsit abból elegem lenni, hogy részese legyek egyfajta olyan kiürülésnek, ami egyre inkább arról szól, hogy csak a harsány, csak a rosszindulatú, csak a pornográf, csak a bulvár, csak az alantas és a gonosz tud érdekes lenni, ingerküszöböt átütő lenni. Nem vagyok hülye, és nem vagyok eltévedve magamról, ezért nem tévéelnök szeretnék lenni, vagy kultúrminiszter, aki megváltoztatja a világot, tehát ezeknek mind van helye. Magam is vagyok sokszor trashfogyasztó, magam is vagyok sokszor alantas színvonalú termékek fogyasztója, de én a nevemet, vagy az alkotói énemet szerettem volna valami olyasmihez kötni, ami áthoz csomó mindent a kereskedelmi tévé, a televíziózás, a régi televíziózás világából is, az új televíziózás vívmányaiból is, és egyszerűen az volt a mániám, hogy nem hiszem el, hogy nem lehet egy műsor úgy szórakoztató, hogy nem vesznek össze benne, hogy nem a konfliktusról szól. Abszolút. Miközben beleraktuk azt a debate challenge elemet azzal, hogy a Dalfutárban úgy hozunk össze zenészeket együtt dolgozni, hogy nem tudnak egymásról. Így kell egy dalt közösen alkotniuk az első hónapban. Úgy megy egy dal a kis útján, hogy nem tudja a zeneszerző, ki a szövegíró, ki az énekes, és akkor utána egy lehetetlen helyzetben egy stúdióban összegyűjtve. Nyilván ez nem könnyű, ez atipikus, de ennek a kifordított furcsa görbetükör helyzetnek a kapcsán inkább az emberi együttműködésről, a kooperációról, a kommunikációról beszélünk. Inkább ezen a görbetükrön keresztül azt nézzük meg, hogy egy csoportban milyen fontos az én szerepem, mi az, hogy győztem, mi az, hogy vesztettem, mi az, hogy eredmény, mi az, hogy közös eredő, mi az, hogy ízlés. Akinek van szeme, füle erre, az ezt a vonalat látja inkább a Dalfutárban, de azt hiszem, hogy emellett pedig egy szórakoztató műsor azoknak is, akik esetleg 20 évesen csak a kedvenc sztárjaikat akarják látni, érdekes helyzetbe hozva, mert milyen az már, hogy a 100 Scenes az dolgozik a lovasival, aki meg hogy együtt énekel azzal, akivel amúgy nem is. Tehát van az egésznek egy játékos felszínebb szintje is. És én nagyon büszke vagyok erre a formátumunkra, ami ráadásul saját találmányunk, és én azt gondolom, hogy az Emil.RuleZ! Lemezeken kívül, amiben alkotó voltam, hogyha a kreativitáshoz való viszonyunk az, hogy a világ végtelenül, de számunkra végesen hozzáférhetően rendelkezésre álló anyagát rendezzük újra és újra. És azt gondolom, hogy ennek a kreativitásnak a legalacsonyabb szintje az, hogy a körülöttünk levő világot annyiban tudom újra rendezni, hogy létezem, élek egy darabig, majd meghalok és elporladok, és az nekem a legkevesebb, és ehhez képest vannak a Bachok, ehhez képest vannak a Thomas Mannok, és majd mindenki ízlés szerint még sorolhatja, akik megmásíthatatlanul, anyagiasítva rendezik úgy újjá a világot, a világmolekulákat, hogy azután az megkerülhetetlen és tárgyasul a zene orgonában, sípban. Bach nem csak Bach és kották. Bach, én iszonyúan szeretek abba belegondolni, hogy hány orgonasípot öntöttek a világon Bach kedvéért. Az fém, hogy hány templom épült azért, hogy ott zenghessen az ének, és nyilván nem csak Bachról van szó. Thomas Mannért hány papírt nyomtak, hány könyvtárnak lett téglája, hogy abban majd emberek bemehessenek elolvasni. Ezek az emberek nem csak redőt, fodrozást, hanem végletes nyomot hagytak a világegyetemben. Ez sem önmagában a rangért érdekes, és majd mindjárt visszajutok magamhoz, bocsánat a lelkes kitérőért. Én azt gondolom, hogy ezt azért kell csinálni, meg azért kell megpróbálnunk, mert ezekre a redőkre, fodorokra, orgonasípokra, könyvtár téglakockákra kapaszkodnak rá majd más emberek, ami utódjaink, vagy tőlünk távol élők, és kezdik el ők is fodrozni és rakni, és valahogy azt érzem, hogy a primitív és állatias szaporodás mellett, amire a saját macskáink is képesek, meglehetősen egyszerűbben, mint mi, jóval kevesebb szerelmes verssel, kevesebb vállással, irigylésre méltó felszínességgel. Szóval ezen a szaporodási részen kívül ezt lenne talán még egy ilyen fontos dolog, ami egy emberi élet lehet. Tehát ebből a szemszögből nézve én úgy gondolom, hogy az Emil.RuleZ! Zenekar dalaiban csináltam valamit, egyáltalán valamit, amire azt merhetem állítani, hogy egy valamilyen skálán megfodrozta a világ molekuláit, és azt gondolom, hogy a dalfutárral, és közben még néhány dologgal, de ezeket tartanám a legjelentősebbnek, legalábbis a szakmámból, mert akkor a gyerekeimről még nem is beszéltem. Fogunk beszélni a gyerekeidről is. Én is ezt gondolom egyébként pont az Emil.RuleZ!-zel, a szövegekkel, ahogy a szöveg és a zene összeért ott és egy egységet alkotott, az egészen rendkívül volt, és én operaénekesként, aki egy teljesen zeneileg egy teljesen más kultúrkörből, másik irányból érkezik, ott pont azt sikerült felfedeznem benne, és rettenetesen élveztem. Azt a fajta összetettséget, azt a fajta együttállást, ami egyébként a jó zenének a sajátja. Hogy van mögötte olyan intellektuális tartalom és munka, amitől ez összeáll, és amitől valami egészen egyedi születik. Na de, mielőtt szabadon lefele, de visszakanyarodnék egy picit még ahhoz, hogy, mert ugye itt az apa időben vagyunk, és a te személyiséged is az, ahogy te azt kibontod, és ahogy te megtalálod a saját utadat, az szerintem nagyon érdekes a szülőknek is, hiszen ugye itt olyan szempontból is hallgatják, nézik ezt a műsort, hogy vajon mit üzen ez nekem szülőként, hogy hogyan tudom én terelgetni a gyerekemet, hogy amikor azt látom, hogy belekap ebbe, belekap abba, egy kicsit zongorázik, aztán abba hagyja, teniszezik, abba hagyja, aztán elkezd sakkozni, de azt is félig abba hagyja, elolvas egy könyvet, félreteszi, szóval a szülők sokszor meg tudnak ijedni attól, hogy vajon miben lesz igazán jó a gyerek. És aztán itt megint visszakötnék arra, amit te behoztál, és szerintem nagyon fontos, ez a multipotentiality dolog, amit az angol így fejez ki, hogy több dologban lehetünk egyszerre jók, és hogyha mi tudjuk ezt egyébként egy egységként kezelni, akkor ezzel hozzá tudunk járulni olyan, akármilyen munkahelyen, akármilyen projektekről is legyen szó, olyan módon az alkotáshoz, ami valami egészen más oldalról fogja meg akár a projektek, munkafolyamatok világát, akár az alkotás világát is, mint azok, akik egyébként mondjuk az elmúlt 30-40 évben ugye arról szólt, hogy legyél specialista. Ugye a rendszerváltás után akkor jöttek az informatikusok, minden legyél informatikus, jogász, közgazdász, nem tudom. Tehát egy valamiben legyél nagyon jó, és hogyha abban az egy valamiben nagyon jó vagy, akkor tudsz sikert elérni az életben. És egyre inkább afelé megyünk, azt hiszem, hogy nem lesz elég egy valamiben jó lenni a fiataloknak, a jövő generációnak, hanem meg kell érteniük azt, hogy működik a világ, és találni újabb és újabb utakat arra, hogy kibontakozzanak. És ezért is érdekes a te történeted, aki nagyon sokféle módon tudott már kibontakozni, és hát mi van még hátra? Azért, ha egy ilyen vonalat átlépünk, és most már én nem magamról beszélek, hanem ahogy itt nagyon szépen advokáltad, megpróbálnánk valamit olyan felelősséggel beszélgetni, hogy azt talán másoknak is mondjon valamit, akkor azért egy figyelmeztető, csillagos alsó lábjegyzet megjegyzést tennék az óvatlan hallgatók vagy nézők számára, hogy innentől kezdve azért fenntartással kell kezelni mindent, amit mondok. Egyáltalán nem biztos, hogy én jól vagyok, vagy hogy én boldog vagyok, vagy elégedett vagyok, úgyhogy az én sztorimnak jó lesz a vége. Én tehát nagyon szeretnék mindenkit arra kérni, hogy az irántam való szimpátia, ami egyébként egy szakmai eszköz, amivel bírok, hatásosan tudok beszélni, és jól faragott szavakkal, ami átverő jellegű lehet, tehát hogy vigyázzon mindenki, nem kell mindent elhinnem. Most a csipolla őszinte pillanata arról, hogy tessék vigyázni velem. Nagyon egyetértek azzal, amit mondasz, hogy a specializáció és a sokféleség közötti skálán helyezkedik most el valahol az a titok, amit mindenki keres, saját maga számára is, gyermeke számára is, és talán minden családi béke egyik legfőbb veszélyeztetője az az izgulás, az az izgalom, az a hevület, amit a szülő érez, hogy jó lesz-e ez így. Nagyon picit, és talán irodalmilag megengedhetően kicsit csúnya szót fogok használni, szóval, hogy az a pillanat, amikor a szülő egyszer csak úgy nyugalomból fogja magát, és elkezdi a gyerekét cseszegetni, hogy ez így most már akkor nem lesz jó, mert te, és én ismerem ezt, az anyukám ezt nagyon tudja a mai napig is, a szeretetből, vagy szeretettel ölést, az óvásvédést, és én ezzel nagyon sokat foglalkoztam, ezt nagyon megszenvedtem, és nagyon máshogy akartam a gyerekeimmel csinálni, de azt hiszem, hogy értem, és teljesen jogos, és szerintem senki ne haragudjon magára, aki ezt felfedezi magában. De tényleg körül kell nézni, hogy mi van a világban. Az, hogy segíteni akarok a gyerekemen, az tök oké. Szerintem szerencsések azok, akik valami módon erről az egészről nem tudnak, valamit azonban tudnak. Tegyük föl egy asztalos, tegyük föl egy nagybőgős, tegyük föl egy autószerelő. Vannak emberek, akiknek szerencséjük van, mert a gyermekük közül valaki olyan nagyon egyértelműen, biztos genetikusan, szociokulturálisan vevő ugyanarra a dologra, és akkor azt át lehet adni. Ez nem egy ismeretlen dolog, amíg ez nem kényszer, amíg a világ nem úgy működik, hogy asztalos lesz az asztalos gyereke, és asztalos pedig lemán csak asztalosnak a gyereke lehet, amíg nem céhesedik ez így össze, addig szerintem ez nagyon szerencsés. Én ezt mindig irigyeltem, nekem ebben részem nem volt, sem az apám felé, talán zenében egy kicsit, de a gyermekeim felé egyáltalán nem. Hogy átörökíteni azt, amit én tudok. Aki ilyet talál, az szerencsés. Azt szerintem úgy örüljön, mint az aranynak, hogy egy ilyen van, hogy van egy gyerek, akit érdekli az, és esetleg még jó is benne. Azért ezt az és még jó is benne, ezt nagyon aláhúznám, mert annál nagyobb rokkantsági nyugdíjat nem lehet egy gyerekre rakni, mint hogy elhitetni vele, hogy jó benne, de nem az. Szóval, de hát azt hiszem, ezt mindenki érti. Az is könnyű egyébként, amikor egy gyerek kezelhetetlen. Akkor nem tudunk vele mit csinálni. Vannak gyerekek, akiknek van saját útja, akár traumatikus okokból, és lehet, hogy ez nehéz út, lehet, hogy ez akár a rendőrségi ügyig vezető, vagy a fizikai erőszakig vezető út. Nagyon sokat tanultunk az utóbbi 10-15 évben itt Magyarországon is arról, hogy milyen személyiségzavarok, milyen hormonális problémák, milyen nevelési elméleti problémák vannak. Mindenkinek tele van az agya ezekkel, a hiperaktívtól az ADHD-ig. Így van. De én azt mondom, hogy vannak gyerekek, akivel nincs mit csinálni. Mindannyian tudjuk, hogy vannak gyerekek, akik legyőznek minket. Látjuk a másiknak, ha van egy ilyen gyereke, aki legyőzi őt, és akkor csak hálát adunk az égnek, hogy a miénk nem ilyen. De jó, hogy ezt kimondod egyébként, mert ugye ez tényleg van. Tehát, hogy vannak olyan fiatalok, olyan gyerekek, mert egész kicsiben is, hogy látszik, hogy oké, lehet terelgetni, meg vigyázni rá, amíg egyáltalán lehetséges bizonyos életkorig, de hogy neki van ez a saját útja, a saját akarata, a saját kibontakozása. És sajnos nem biztos, hogy ez jó fele vezet, és ez nem biztos, hogy agresszió. Én egy picit azt hiszem ilyen voltam, de inkább csak konokon és magamba zárkózva. De hát a kettő között vagyunk a legtöbben, akiknek vállalni kell a felelősséget. Hogy teniszezni viszem, buvárúszni, olvasunk-e, vagy főzünk. Egyáltalán ezt fárasztani kell ezt a gyereket, vagy pihentetni. Én nyissam ki neki az ablakot, és az egészet mutassam meg, vagy ez a gyerek először egy pontot kell, hogy megértsen, és onnan rajzolja majd föl. Kezi csókolom, én honnan tudjam, én éppen, hogy csak elvégeztem az egyetemet, van egy állásom, fölvettünk egy lakáshitelt, itt van egy nő mellettem, még azt se szoktam meg, hogy úgy hívják, hogy a feleségem, és akkor már is ilyennel tetszik engem feladatokat adni, hogy én egy emberi lénynek az életébe így döntse. És akkor megijedünk, pánikolunk, hülyeségeket csinálunk, akkor mondta nekünk a Vekerdi, hogy kell, Arancsburgenő is mondta, hogy kell, a Dr. Spock is mondta, hogy kell. Mostanában kérem, tessék nagyon odafigyelni a Csányi Vilmosra, aki úgy tesz, mintha állatokról beszélne, igen, csak pedig rólunk beszél, és igen. Nagyon szép, gyönyörűen bölcs korba ért, és olyan tisztesség sugárzik a szavaiból, és az ő mostani állapota nekem egy nagyon szép példa arra, hogy hováig kellene tudni fejlődni még ebben az életben, függetlenül attól, hogy annyira ismerném a műveit, munkásságát, sőt, személyesen se találkoztam vele soha. Mi például azt hiszem, azt csináltuk a gyerekeinkkel, hogy bekentük őket mézzel, ráakasztottuk őket egy madzagra, és húztuk őket magunk után, és néztük, hogy hova ragadnak le. Én valahogy abba hiszek, hogy a minél többet megmutatás nyitottan, az eleve el nem döntése annak, hogy mi lesz a jó, az biztos, hogy segít. Fordított matematikai módszerrel tudnám ezt megvilágítani. Ha van olyan ember ma, aki azt az egyébként tipikus szülői mondatot, fiam, legyél közgazda, legyél jogász, legyen egy jogsidma, egy jó szakmát, aki mer ma ebben a mai világban, ebben a nem, hogy évente, ebben a 15 percente változó, egyszer csak most háborús, máskor épp békés, de pornográf, legközelebb inflációs, de máskor meg tőlünk teljesen függetlenül gazdasági boomba hajló, aki ebben a világban merészel olyat mondani a gyerekének, hogy ezt, és nem más tanult meg, zárójelben jegyzem, akit az előbb mondtam, aki valamit tud, és azt mondja, hogy figyelj, nem tudom, ezt a kuplungot át tudom neked adni, vagy a csiszolását az asztalnak, és akkor ennyit vállal. Szóval szerintem nem lehet ilyet mondani. És azt hiszem, egyre inkább látja az ember, hogy mi történik a világban, egyre többet értesz meg abból, hogy hogyan formálja át a mesterséges intelligencia a munkahelyeket, a globális gazdaság hogyan változik, stb. Stb. Egyre kevésbé merünk bármit is mondani, és akkor ugye itt jön be a külön óra őrület, én így hívom, ez az Úristen, akkor még miben fejlesztjük a gyereket, és hogy akarunk-e rá címkét aggatni, és nem akarunk, és akkor most tényleg a tenisz, sakk, kapoéra, népzene, tánc, mégse tánc, inkább hangszer, inkább nem is hangszer, de ha nem is az, akkor angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz, kínai, nem tudom. Tehát, hogy ebbe a végtelen lehetőségek tárházában nagyon nehéz szülőként támogatni a gyerekeket. Te például a saját gyerekeiddel hogy teszel ez ügyben? 24 és 23 évesek. Hogy tettél? Végképp nincs már rájuk hatásom, illetve majd el szeretnék jutni oda, hogy van rájuk hatásom. Én annyira majom szerető apa voltam mindig, hogy én azt hiszem, nem tudtam más csinálni, mint azt, ami nekik jó. Én bevallom, hogy én képtelen voltam a nevelésnek arra a számomra elfogadhatatlan, de elismerem, hogy bizonyára létező eszközére, hogy erőszak, vagy nem is nevezném erőszaknak, inkább azt mondanám, hogy parancs. Én azt láttam, hogy ott az a porongy, akit annyira szeretek puszilgatni, hogy rám kell szólni, hogy a szakállam kiszúrja a kis baba bőrét és vörös lesz, hogy ennek ne legyen a legjobb. Hát akkor hol kenjelek be csokival, hogy jó legyen neked? Jaj, de jó, hogy erről beszélsz. Mit gitározzak hajnali, hogy kell aludni? Mit tudom én, a lányom, ha sírt, akkor fölvettem, ide raktam a pofáját a nyakamba, folyt a nyála rá a mellszőrömre, és akkor énekeltem azt, hogy Fidzsi-szigeteki kicsi lány, mert hogy ez jutott akkor eszembe, és azt vettem észre, hogy ez a Fidzsi-szigeteki kicsi lány csónakázik a hold, minden szülő valamit összehülyéskedik. Igen. Csak erre a repetícióra, az énekre, a csiszi csoszogásra valahogy visszaaludt. Hol foglalkoztam én azzal, hogy Dr. Spock, vagy Ranzsburg Jenő, vagy akár Vekerdi, vagy a mit tudom én kinek az elmélete szerint, hogyan kell megtanulnia a gyereknek azt, hogy és hagyjuk sírnia. Én ezeket nem tudtam, és nem úgy mondom, hogy feltétlenül jót csináltam. Néha röhögök a gyerekeimmel azon, akikkel valódi és élő kommunikációm van, hogy valami problémát mondanak az életükből, és akkor megkérdezem, hogy szerinted ez azért van, mert kivettelek az ágyból és a vállamon aludtál. És mondják, hogy apa, legyél már létszes felnőtt, nem? Arról van szó, hogy oldjuk ezt meg ezt. És én akkor mindig mondom, hogy de én hogy gyorsan benyújtom a számlát, és így aláíratom velük, hogy nem én rontottam el, nem én rontottam el. De ez olyan jó, hogy erről beszélsz, mert szerintem ez ugyanolyan nagyon fontos, mint okosakat mondani, mert az okosak mondása, emberek mondanak okosakat, akkor az sokat segíthet bizonyos irányokban a szülőknek. de szerintem legalább ilyen fontos kimondani azt is, hogy fogalmam sincs, nem tudom, szeretem, puszilgatom, imádom, és éppen neki aznap az volt a jó, és akkor én így csináltam, mert szerettem volna látni a mosolyát, és kapcsolódni hozzá, és nem tudom, hogy egészségesen mellé bújni az ágyba, meg nem egészséges, meg nem tudom, de mellé bújok, és akkor amikor bedugja a kis lábát a hasam alá, és úgy alszik, akkor imádom, hogy bedugta, akkor is, hogyha nem alszom egy éven keresztül, mert ő úgy szeret aludni, és akkor átjön éjszaka, és akkor mi van, ha átjön éjszaka? Szóval szerintem ez nagyon fontos, ezt kimondjuk. És biztos van valami következménye. Biztos attól lesz egy ember a saját hormonális berendezkedésén és a szorongásrendszerén túl, hogy éjszakai bagoly vagy nem éjszakai bagoly, hogy élnek otthon. Nálunk 4:11-kor este volt még nevetés. Hát, hogyha a gyerek azt látja, hogy este 4:11-kor lehet még nevetés, amit azonban sokszor követett sírás, ezt sem tagadom, akkor ő például lehet, hogy úgy tudja majd egész életében, hogy az éjszaka az lehet jó is. Szóval nem tudom, ezekhez én se értek. Én egyet biztosan éreztem mindig, volt valami jiddise máme abba, ahogy én a gyerekeimet szerettem, de vagy azt hittem, hogy van, és aztán rájöttem, hogy nem. És sok interjúban elmondtam, és ezt szándékosan hangoztatom is, ez talán még egy világmolekula fodrozás lehet, hogyha egy ilyen mondatot még mások is megjegyeznek. Én mindig úgy éreztem, hogy a homo sapiens az elsősorban a gyerek. Ahogy a krumplinak is, amikor a burgonya bekerült Európába, sokáig a virágát ették, ami mérgező volt, és csak később jöttek rá, hogy attól, hogy az szép és a felszínen van, és azzá fejlődik a növény, attól az a rossz vége. A jó vége lenn van a földbe, a gumó. A gyerek a homo sapiens szerintem, és ennek következtében, ha ezt egy picit tovább gondolod, akkor valójában nem neked lesznek gyerekeid, hanem te leszel a gyerekek szülője, és ezt foglalom én abban a tételemben össze, hogy a gyerek nem birtokos eset. És a gyerek nem az én tulajdonom, a gyerek nem az én kiterjesztésem, a gyerek nem feltétlenül az én folytatásom csak, az valami olyan, amivel kapcsolatban lehet, hogy talán életemben először nyugodtan bizonyos szempontból lehetek alárendelt viszonyban. Abszolút. Nyugodtan lehetek, akkor is, hogyha egyébként a munkahelyemen a küzdelem a dolgom, a győzelem, a mások leuralása, vagy éppen a mások visszaverése, akkor is, hogyha a saját kora gyermekkoromtól és kamaszkoromtól kezdve esetleg traumákat és frusztrációkat hordozok, még nem győztem eleget, még harcolni akarok. Oké, lehet, talán kell is egy életen át, de pont nem biztos, hogy a gyerekkel. Annyira jó lenne, hogyha az a sok nagyhangú, okos, erős apa, az pont nem a gyerekével lenne az, hanem a munkahelyén, hanem a buszon, hanem az utcán, hanem a csaja mellett a diszkóban, hanem az edzőteremben, és végső esetben, ha nem, akár az országhatáron, ha arra van szükség. De pont ne otthon a gyerekkel. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik, amit mondasz, és egy olyan témát feszegetsz, ami miatt az apaidő is egyébként létrejött, hogy mit jelent modern apának, mit jelent modern szülőnek lenni, milyen az, amikor kimondjuk azt, hogy vannak olyan szokások, megközelítések, gondolatok, hitek az elmúlt 100 évből, amit nem feltétlenül kell továbbvinni. Amikor vannak a gyerekeink és a lányaink, amikor az apa az úr otthon, amikor hogyan lehet alázattal megértő azt, hogy ez egyfajta szolgálat, jó értelembe vett szolgálat. Én szerintem az, hogy mi erről beszélünk, és mi megértjük egymást, az nem jelenti azt, hogy ezt a közös értésünket ki tudjuk terjeszteni másokra. Én attól tartok, hogy úgyhogy létszes kapcsolod le az áram, ez egészen nincs semmi értelme. Nincs, nem ezt tudjuk, de csináljuk. Azt hiszem, vannak, akik máshogy látják a világot, máshogy értelmezik, és persze rendületlenül bíznunk kell benne, hogy megértenek minket, ahogy valószínűleg mi sem értjük őket. Én csak azt tudom példának mondani, hogy jó lenne, ha mindenki úgy viselkedne a gyerekével, ahogy a végtagjával. Nem mindig csinálja például az én kezem azt, amit akar. Én emlékszem arra, amikor egy kicsit korán belekezdett Bach fuga részbe. Ez a bal kezem, ez egyáltalán nem úgy viselkedett, ahogy az elvárt volt, ahogy én azt szerettem volna, és ahogy egy balkéznek szerintem viselkedni kellett volna. Türelmes voltam egy darabig, mert a jobb kezem, és én magam, persze én, mint a kezem apja, pontosan tudtam, hogy ezt hogy kellene csinálni. A jobb kezemnek ment is, de a bal kezemnek nem annyira ment. De hát nem zártam be csoki meg tévé nélkül a bal kezemet a zongorába. Nem ütöttem a bal kezemet, hogy te miért nem. Nem vágtam le, nem ordítottam vele, hanem vagy elfogadtam, hogy Csóri nem tud, vagy kínoztam addig, amíg anyám be nem jött a konyhából, hogy nagyon szépen kér mindenkit, itt emberek élnek, hogy miért kell már azt annyira sokat szóra. Szóval nem lehetne a gyerekkel is így. Ráadásul azért van ilyen nagy pofám ebbe, mert mindkét gyerekem hivatásos sportoló lett, mindkét gyerekem volt már a magyar bajnok, a fiam ötszörös magyar bajnok és magyar válogatott a választott sportágába, ifjúsági olimpia negyedik, igazán kemény, tehát a szónak a fizikai értelmében olyan kemény gyerekeim vannak, hogy elszégyellem magam néha én mellettük, és ez mind úgy lett, hogy én nem vagyok az, az édesanyjuk génjei inkább alkalmasak erre, de ő maga sem sportoló volt, noha fiatalon röplabdázott, és akár lehetett volna, de hát hányunknak van, lehettem volna története. Mi húzigattuk őket bekenve mézzel a smadzagra kötve a dolgok között, és akkor úgy ráragadtak erre a röplabdára, és egyszer csak azt vettük észre, hogy jók benne. Nem, de bocsánat, hogy szeretik, nem messze volt még, az még évekkel messzebb, hogy jók. És akarják, és akkor hagytuk, hogy tehát neki jó ez, vagy akarja, akkor csinálja, és akkor kifejlett, és ez az övék volt. Én például úgy neveltem a gyerekeimet, hogy az én gyerekeimnek nagyon korántól, szinte 9 éves koruktól, mikor elkezdtek röplabdázni, volt egy világ, amiben nem tudtam beleszólni. Egyszerűen én ott senki voltam. Annyira jót tenne minden apának, ha lenne a gyerekének egy olyan valamije, ahol ő neki nincs más dolga, mint hogy taxisofőr és ATM legyen. Jaj, nekem van egy nagyon domináns ilyenem, hogy a gyerekem egy olyan iskolába jár, amit mi választottunk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ő ennyire szereti, de hogy egy olyan adottságokkal rendelkező iskola, ahova úgy nem is szeretik, hogy a szülők nagyon bevonulnak, meg hogy annak van egy saját milliója, saját világa. És Dávid nagyon-nagyon szereti ezt a világot, és belakja, és önálló ebben. És most ment 6 évesen iskolába, óvodába is oda járt egyébként, és ment 6 évesen iskolába, és begyalogolt, és dobott egy puszit, és bement, és érződik, hogy ő ott van. És hogy egyébként mesél róla, de hogy ez az ő világa, és ő lakja be, és ő alakítja ki a saját kis networkét, kapcsolatait, azt, hogy ő hogyan tanul, hogy hogyan kapcsolódik tanárokhoz, diákokhoz, kisebbekhez, nagyobbakhoz. És nekem kívülről ez egyébként egy egészen izgalmas érzés, és látni azt, és tudni elengedni, hogy nem szólok bele az, amiről te beszélsz, hogy és megint hadd hozzam be az alázat szót, hogy alázattal az ember elviszi az iskolába, és beengedi, és utána hagyja, hogy ő ott úgy legyen jelen, ahogy az ő világában kell, és ami az ő tudásának, az ő indítatásának megfelelő. Persze aztán vannak dolgok, amikor közbe kell avatkozni, amikor intervenció van, de ezekkel is csinnyel kell bánni, és én azt hiszem, hogy ha az ember elég nyugalmas, és talán még egyet mondok, ha az embernek van saját dolga is magával, ha nem azt tekinti élete fő művének és fő dolgának, hogy a megfelelő amőboid alakra képezze ki és faragja a gyermekének anyagát, hanem amúgy van egy egészséges ránemérés. Nem azt mondom, hogy ne figyeljen oda, de annál áldottabb, mikor egy szülő úgy nem feltétlenül figyel mindenre, amit a gyerek csinál. Azt, ha visszaemlékszünk a saját gyerekkorunkra, hát azt hogy szerettük. Nagyon szép egyensúly számomra az, hogy apa, anya nem biztos, hogy mindenhol ott kell, hogy legyen. Az biztos, hogy tudnia kell, hogy hol a gyerek, és azt is tudnia kell, hogy 5 percen belül ott van, és ha kell, akkor tüzönvizen át bemegy és kihozza hatát, hogy ez így eddig oké, de hogy úgy otthon van a gyerek, és úgy nem tudom, mit csinál, az a magán ügye, ő valószínűleg valami stiklit is lehet, hogy egy kicsit, de most nem akarok, mert most nekem is jár az, hogy pihenjek. Szóval ezekből a kis gyengeségekbe van a másikaknak a fejlődési területe. Szóval ez egy közösség, azt hiszem, hogy család, ahogy így ez hullámzik. Én nem tudtam, ha akartam volna sem máshogy csinálni, és nem próbálom azt előadni, hogy én ezt direkt csináltam így. Ez jött belőlem, és még csak azt állítom, hogy jól csináltam. Most éppen úgy néz ki, hogy nagy bajt nem csináltam, nem is egyedül csináltam természetesen, az édesanyjukkal együtt csináltam. Inkább csak addig merészkedne a bátorságom, hogy bizonyos mitoszokat le tudjak rombolni. A magyar válogatott mezét ifjúsági olimpián is viselő gyermek apjaként mondom ezt, aki ezt, hogy ő ott lehet, ezt 99%-ban maga csinálta a saját, közöm nincs hozzá. Egy közöm azért van hozzá. Elég súlyos tüdő bajai voltak, ilyen kruppos gyerek volt, és amikor már meguntam azt, hogy a 150. orvos, de mi azon a szinten voltunk, hogy Szent Lászlóba bejárás kórházba, éjszaka mentővel, fulladások, stb. És hogy majd kinövi, és én már megőrültem ettől a majd kinövültől, és mondtam az egyik orvosnak, hogy kérem szépen, de hogy mikor? Hát olyan 16-18 év. Most tetszik tudni, hogy az olyan több mint 10 év múlva van, hogy én megtébolyog, hogy mit csináljak. És akkor el legyen vele sokat a levegőn. És akkor ez annyira megmaradt bennem, hogy én szerintem 4-től 14 éves koráig akár a karrieremet, akár a saját érdeklődésemet, szórakozásomat alárendelve, én például a fiammal ezt műholdasan tudom bizonyítani, 4-től 10 éves koráig minden nap valamit a parkba, az utcán, valahol az uszodába sportoltam. Ez még így mehetne abba az irányba, hogy és én akkor beleplántáltam a sport szeretetét, és én megerősítettem és megtanítottam. Ló pikulát, x-lábú, kövér, szemüveges gyerek voltam, az is maradtam, függetlenül attól, hogy felnőtt lettem. Hát, ha a fiamnak a sportot tőlem kellett volna megtanulnia, akkor pont, hogy nem magyar válogatott sportoló lenne. Nem, képzeld el, én elmondtam ezt neki, az elejétől kezdve. Kisfiam, én egy úgynevezett béna vagyok. Ugyan ebben a Szent István Parkban, ahol jelenleg most kosarazni megyünk, itt engem megrugdostak, ha be akartam állni focizni. Én tőlem te nem tudsz mit tanulni. Vagy ha igen, akkor azt, hogy gyere, tanuljuk meg együtt. Én a fiam kedvéért megtanultam focizni életemben először. Én vettem focicipőt, én néztem éjszaka a meccseket, én lejártam focizni felnőttekkel, azért, hogy neki azt tudja mondani, amikor megkérdezi az ő apukáját, akitől várja, hogy a világot nyissa ki neki, hogy mi az, hogy belső. Most mondjam azt neki, hogy a belső az, de hát nem tudom. Hát akkor megtanultam vele együtt. Ott fetrengtem a földön, és veszekedtem azokkal az apukákkal, akik a padról újságolvasás közben szóltak a gyereknek, hogy kell focizni. Mi sárosak voltunk, mi véresek voltunk, és ezt csináltuk a kosárlabdával, és ezt csináltuk az úszással, és a lányommal is ezt csináltam, ami érdekelte. És végig szóltam a fiamnak például, hogy mikor jobb, mint én. Jobb, mint én voltam annyi idősen, 8 évesen, vagy mikor volt jobb, mint én most. Nem kell, apa nem adott pofont, apa nem elérhetetlen istenség volt, akit le kell győzni. Nem azzal húztam őt feljebb, hogy hazudtam magamról egy képet, hogy ki lehettem volna. Ezt egyetlen egy esetben engedheti meg, ezt csak a Puskás Ferenc engedheti meg magának, meg a Messi, meg a Ronaldo, de szerintem ők se így csinálják, azt gondolom. De hogy minek? És akkor mire jó a másik ember lenyomása? Miért kell rárakni egy Himaláját, ha történetesen még én lennék a világ legnagyobb focistája, avagy gitárosa, avagy humoristája, akkor is hol jó az a gyerekemnek, ha azt hallja tőlem, hogy már pedig én ezt tudom, ez nagy, erős, nehéz és elérhetetlen, nekem sikerült, neked meg majd még ezt kell tenned ahhoz, hogy te olyan lehess, mint én. Ezzel hol segítettem? Tehát egyrészt rögzítsük, hogy az, amiről te beszélsz, az van. Vannak olyanok, akik időnként azt jelzik felém is vissza, amikor ilyenekről beszélek, hogy nincs, de van. Szóval, hogy van ez a fajta viselkedés, ez a fajta férfi attitűd, ez ugye? Nagyon van, és ezt hívják úgy, hogy politika, és ezt hívják úgy, hogy biznisz, már elnézést, és ennek nem, hogy van, hanem ennek jön vissza a keletje ma a világban, a szórakoztatóiparban, a TikTokról áradó butakoca filozófiában, az elközépkorosiasodó, elbabonásodó új világunk megint elhiszi az erőt, megint azt hiszi erre, hogy erő, pedig ez csak hangerő és frusztráció. Abszolút. Nem ez az igazi erő. Abszolút. És az, amiről te beszélsz, a balkezettől a focig, a gyerekettől a fiattól a lányodig, mindaz, amiről beszélsz, annak a magja az önreflexió. Tehát, hogy kapcsolatban van az ember saját magával, és föl tud tenni olyan kérdéseket, amik mentén ő önmaga tud lenni adott helyzetekben, és nem valami fajta pózból, vagy valami fajta erőből kommunikál a gyerekével, vagy mutatni valamit, hogy váljál te is ilyenné, vagy sőt, én hallok olyan történeteket az édesapáktól, édesanyáktól, hogy az édesapák azok szó szerint elérhetetlen magasságokban vannak, tehát hogy az egy cél, hogy neki mindig jobb legyen, mint a gyereke. És én nem látom ebben a rációt, sőt azt látom, hogy ez milyen módon rombol, mert utána ezek a gyerekek nagyon nehezen tudják kinőni. Mi, amikor fociztunk a fiammal, én mindig megkérdeztem a ott lévő akár ismeretlen apukákat, kicsit beszélgetve, hogy és ti is lejártok focizni, igen, és te hagyod a gyereket győzni. És ha valaki azt mondta, hogy hogy hagyom, hát akkor mi azokkal nem fociztunk, azokkal nem szerettünk focizni, mert azokkal mindig probléma volt. Aztán azt is meg kellett tanulni, hogy azokkal hogy focizunk. Csak azért mesélek egyébként többet a fiamról, miközben a lányom jobban hasonlít rám, és éppen most sokkal többet kommunikálok az utóbbi években vele, sokkal könnyedebben, mint a fiammal, aki szintén nagyon szeretek, és minden oké, csak ő más. Ő most nem a velem csacsogós korszakában van, volt ilyen is. És a lányokkal mi a helyzet egyébként? De most, hogyha szóba hoztad, ez egy nagyon érdekes dolog, az apa-lánya kapcsolat, és annak az érzékenysége, hogy ugye az világos, szerintem az nagyjából mindenki sejti már, hogy azért óriási hatással vannak a szüleink a párválasztásunkra, mint figurák, és hogy mit követünk, és hogy próbáljuk nem azt választani, aztán azt választjuk típusú probléma. Tehát, hogy te hogy látod, hogy alakult a ti kapcsolatotok a lányoddal, és milyen nyomokat hagytál, amiket szerettél volna, vagy éppen nem szerettél volna hagyni? Hát erre egyrészt majd neki kell fizetős körülmények között választ adni a pszichológusoknál és pszichiátereknél. Remélem nem. Lányom is egy nagyon kemény csaj lett. Ő is a sportot választotta. Jelenleg is NB1-es röplabdás, és közben egyetemi tanulmányait végzi, és ő jobban hasonlít az én bölcsész lelkemre jelenleg, mert a fiam változó. Vele is, hát az előbb meséltem, hogy milyen, hogy felkaptam, hogy milyen viszonyom volt. Sokat játszottunk, sokat nevettünk, sokat olvastam. 1,5 év van köztük, mivel ráadásul a fiam évvesztes augusztus, hülye szó ez az évvesztes augusztusi, lányom februári, nagyon közel voltak egymáshoz, és nagyon szerettek is egy szobában lakni, már elég nagyok voltak, és volt külön szobájuk akkor is. Szóval jó csapat voltak, és hál' Istennek nekünk bejött az, ami a a gyorsan egymás után gyerekvállalóknak a titkos vágya, hogy majd akkor egy filmet lehet nézni, egy moziba lehet menni, egy játszótérre, bizony, egyet lehet főzni, stb. Ez így ebből a szempontból bejött, ma is egymás mellett laknak, két egymás melletti lakásban, és ugyanazt csinálják, mint a gyerekszobájukban, átjárkálnak egymáshoz, jóban vannak, utána pedig összevesznek, és utána külön mennek és visszamennek. Mi a titka a jó testvériségnek, az jó testvérségnek? Mert annyi rossz példa van testvérekben, annyira sokan elszakadnak a testvéreiktől, felnőtt korukban már nincsen kapcsolat, vagy éppen rossz kapcsolat van közöttük. Mi a titka ennek? Te sikerült valamit felfedezni ebből? Én messze, ezt keresem. Messze túlmegy azon, amihez én hozzá mernék szólni. Én a koca okoskodásomban, meg a folyamatos hálátadásában annak, hogy nekünk egy csomó minden jól sikerült, miközben egy csomó minden nem. És annak az elszámolásával, hogy ezért a csomó mindenért hogy vagyok, inkább én felelős. Hogy miközben esetleg valakiben az a kép alakulna ki, hogy én milyen jó apa voltam, aközben szeretném lejegyezni, nem először mondom ezt, hogy mennyire rossz férj voltam például, és hogy aztán ezzel mit okoztam az édesanyjuknak, akár az életünk végéig, hogyan fogok ezzel én elszámolni. Szóval csomó mindent elrontottam, nem tudom, hogy én nem mernék soha sem előadást tartani, sem könyvet írni, de egyes rájövéseimet elmerem mesélni, hát ha mások is rájönnek erre, és hát ha majd egyszer még nálunk okosabbak még megerősítik, vagy megcáfolják ezt. Én azt hiszem, a világhoz, a környezethez való viszonya egy embernek sokkal meghatározottabb anatómiailag, a szónak a legteljesebb, legszélesebb anatómiai értelmében, biológiailag, hormonálisan, transzgenerációsan, méhben eltöltött idő szerint. Egy gyerek sokkal készebb van, nem is azt mondom, hogy készebb van, egy gyerek alapképletéből már több megvan, mint ahogy azt mi hisszük. Az nem egy főzet, amit mi majd kialakítgatunk még az évek alapján. Nem akarok hülyeséget mondani, de mintha az átlag szülő azt hinné, hogy a megszületett gyerek az 10%, és neki kell 90-et hozzárakni. Hát szerintem minimum fordítva van. Ami nem azt jelenti, hogy akkor én mosom kezeimet, hogy hát akkor ő majd megy, amerre akar. Nem azt jelenti, hogy liberalizmus, úristen, anarchia. De azért mégis annak a tudása, hogy itt valami struktúra, valami ritmus, valami rezgés egy lényből létezik, amivel ha kommunikálni akarok, akkor oda kell figyelnem, akkor valahogy értenem kell. Hát a leghülyébb ember is látott már UFO filmet, hát jönnek az alienek, másmilyenek, mint mi, és hogyha akarunk velük valamit, akkor arról szól a film, hogy hogyan értjük meg, hogy ő mond, vagy kérdez, vagy öl, vagy tanít. Tehát, hogy így hozzáállva, én például azt látom, hogy az, hogy kinek milyen és akkor szóval tudnunk kellene azt, hogy amikor csinálunk valamit, az majd megérkezik egy gyermek nézőközönségére. Én meg lehetek róla győződve, hogy azt a valamit úgy kell, mert apámék is, vagy akár épp, mert apámék nem. De nincsen egy világos igen és nem ebben, hanem figyelni kell, gitározom neki. Ezt most, hogy elmondanám, hogy én mennyit gitároztam a lányomnak, vagy a gyerekeimnek, akkor azt mondanák, hogy jaj, de cuki apuka, Hajós, de édes lett, hogy gitározott. Emberek, a fiam botfülű. Fel kellett ismernem 4 évesen, és fájdalmas volt, amikor azt mondta neki, hogy boci, boci, tarka, és mondta, hogy igen, boci, boci, tarka. Nézd a kezem, ahogy a napocska. Süss fel nap, mintha föl menne a nap. És igen, süss fel nap. Változott, fejlődött, de be kellett látnom, hogy nem lesz vele az, amit én lehet, hogy szerettem volna, ami nekem volt apukámmal, mert apukám engem elvitt az operaházba, és azt mondta, hogy mondd meg, hogy hol hamis a brácsa, és nekem mondani kellett, így, meg úgy, meg úgy. Nekem ezt lemezen is meg kellett mondanom, sőt, te fogod ezt értékelni, nekem mono lemezen is meg kellett mondanom, mert már hozzá kellett képzelnem, hogy ugyan a csehszlovák monóból így jön Dvorzsák, de mivel én már ki lettem képezve, hogy hogy van elhelyezve egy szimfonikus zenekar, nekem az innen jövőben kellett felismernem, hogyha van egy hamisabb hang, és megmondanom, hogy az ott van-e, vagy ott van-e. Ez nekem nem lesz a fiammal, de megtanultam focizni. Na. Szóval valahogy most zavarosan és elhevülten egy kicsit azt akartam elmondani, hogy picit, ha odafigyelünk, hogy mit kapunk azzal a gyerekkel, akkor érthetjük azt, hogy nincs helyes út, nincsenek, az csak felszín, hogy matek vagy irodalom. Figyelni kell, hogy mire, hogy reagál, mindent megmutatni, merni tévedni, merni belátni, hogy akkor ezt nem, hagyni neki időt, hogy most nem, de majd újra vissza. A gyerek nem egy fehér tiszta lap, ahogy érkezik. És ez nagyon fontos, ezzel szembenéznünk. És amit te mondasz, és én ehhez kapcsolódnék direktben, hogy ha nekünk vannak felismeréseink, ha vannak rácsodálkozásaink, akkor a legtöbb, amit tehetünk, hogy ezeket megosztjuk. Megosztjuk vele, megosztjuk másokkal, és azt mondjuk azzal az alázattal, mivel ez kell, hogy nézd, én idáig jutottam, nézd, én ezt most így látom. De hogy hagyni, hogy akkor ő ezt tovább gondolja. És egyébként én pont az Apa Idő könyv most jelenik meg, a Lírába is, Libribe is, mindenhol még meg lehet vásárolni, vásároljátok meg. És hogy amikor azon gondolkodtam, hogy az milyen formában legyen, akkor fölmerült, mások javasolták nekem, hogy hát azért jó lenne azért jó tanácsokat is beleírni, mert ugye ez onnan született ez a könyv, hogy én egy évig minden szerdán Dáviddal voltam 1 és 2 éves kora között nagyjából, és nem dolgoztam azokon a szerdákon, és persze jöttek sorra azok a felismerések, amikről most beszélgetünk. És én arról elkezdtem írni a Facebookon, és most az jelent meg ilyen blogbejegyzések, rövid bejegyzések könyv formájában. 52 téma, 52 hét, 52 apasághoz, szülőséghez kapcsolódó téma. És akkor én azt mondtam, hogy de én nem akarom megmondani a tutit. Szóval, hogy én arról tudok írni szülőként, apaként, emberként, amire én rácsodálkoztam, vagy amire én rájöttem, hogy nekem ez működött. De hogy valami ilyesmi alázattal, megközelítéssel kell, azt hiszem, a gyerekeinknek is valahogy ezt így üzenni, hogy hello, hát... nem tudom, de nézzük meg együtt, vagy hát én idáig jutottam, ezt én ennyit megértettem ebből, de támogatlak abban, hogyha te ebben tovább akarsz menni. Szóval, hogy van egyfajta szabadsága ebben, amiről beszélünk. Van, és a legnagyobb érv ez ellen, amiről most mi itt beszélünk, amilyen hangulatot itt áldázul megteremtünk, az szokott lenni, hogy oké, rendben, kedves apukák, nagyon aranyosak, nagyon népszerűek, tetszenek lenni ezzel, de hát a gyereket fel akarunk készíteni arra a borzalomra, ami majd az élet lesz, és akkor az önök gyerekei nem lesznek-e puhák. És most durva leszek. Arra, hogy egy golyó hogyan szakítja át a koponyát, erre ugyan azért nem nagyon tudjuk felkészíteni a gyereket. Akkor érdemes riogatni vele. Én egy kicsit úgy érzem, hogy azért genetikusan van bennünk képesség arra, hogyha békén vagyunk hagyva, akkor alkalmazkodunk és felkészülünk. Nem jobb-e egyszerűen elhinni, hogy a szabadság és a mentális belső erő teszi majd erőssé ahhoz, hogy adott esetben akár el tudja viselni a stopofont. Ha azt kell, akár 2-t is, vagy vissza tudja adni, vagy el tudja kerülni. Szóval, hogy nem minden a mi dolgunk egyfelől. A másik, hogy ez már nagyon személyes, ezt nem biztos, hogy mindenkinek ajánlom. Én egyáltalán nem gondolom azt, egy percig se gondoltam azt, hogy azért kéne felkészítenem a gyerekeimet, mert nem leszek ott. Képzeld el, hogy én ott leszek. Én ott vagyok. Én holnap eldobok mindent, ha a lányom telefonál, és bármelyik szórakozó helyre bemegyek, és bárkivel összeverekszem, hogyha meg kell védeni. Tehát miért kellene nekem, mert én a mai napig olyan kondícióba kívánom tartani magamat, hogy ne álljon elő az életükbe, vagy csak nagyon-nagyon sokára az a... Én arra készülök, hogy az utolsó pillanatomig nem leszek maga tehetetlen, azaz nem tudok nekik segíteni. Már nyilvánvaló, hogy például a fiam már inkább ki tudja csavarni az uborkás üveget, mint tehát, hogy látszanak ezek a lányom már kijavít angolból. Ez tök oké, de vannak alap apai feladatok, amikbe megint csak azt tudom mondani, kicsit ilyen instás hatásvadászat, hogy ne a gyereket tessék pofozni, hanem akkor tessék szíves lenni, pénzt keresni, jól lenni, erősnek maradni, és nagyon sokáig ott lenni a gyerek mögött. Még akár 20 évesen, 30 évesen, 40 évesen is, mikor mennyire kell. Abszolút. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a legfontosabb feladat a szülőnek jól lenni. Tehát igazából a gyereknek a legnagyobb biztonságot az adja, ha mi jól vagyunk, ha jól tudunk lenni a saját bőrünkben. És ugye minél, ahogy te is mondod, minél tovább. De visszakötve még egy picit arra, amit mondtál az előbb, hogy a felkészítése a rosszra a gyerekeknek, hogyan készítsük föl, vagy arra, hogy megküzdjenek a világgal. Én azt gondolom, hogy pont ez a fajta szabadság az, amit hogyha ő képes egy teret belakni, hogyha ő képes összefüggéseket találni dolgok, gondolatok, jelenségek között, hogyha ő képes komplex problémákat megoldani, és ugye ez nem exakt, tehát nem egy meg egy az kettő, hanem éppen azt föl tudja tenni a kérdés, hogy akkor az mennyi, és újra föltenni, akkor ez az, amivel föl lehet őket készíteni, akár nagyon-nagyon komoly dolgokra is, egyrészt. Másrészt a gyerekek ilyen mennyiségű social media tartalom és minden fogyasztása mellett, ahogy őket felnőnek az új generációk, az alfa, az Z generáció, náluk például az nem kérdés, hogy ők szembesülnek-e a gonosz nagyvilággal. Az a kérdés, hogy milyen választ adnak neki. Tehát a felkészítés nem az ma, hogy megmutatom a világot neki. Hát ő már hamarabb meglátja, mint ahogy kellene esetleg. Ő már olyan összefüggésekben gondolkodik már a Peppa Malasz nézése közben, hogy őrület. Hanem inkább az, hogy a helyére tudja tenni. Hogy a saját szabadságát. Vajon az valóság, hogy mi a különbség a képernyő és a valóság között. Igen, én is mindenkinek azt tudom tanácsolni, szerintem te is ugyanarról beszélsz, ehhez nem kell tudósnak lennünk, ha úgy megnézzük, amit a világról tudunk, biológiáról, természettudományról, bármiről, és ez teljesen független attól, hogy mondjuk akár hívők vagyunk, vagy materialisták. Valahogy úgy mindig úgy szokott a világban lenni, hogy ami úgy növekszik, az úgy akkor növekszik, ha nyugalomba, békén van hagyva. Mikor bedugunk egy kis hagymát a földbe, és akkor gyerekkorunkban biológia órán kísérletezünk, hogy napocska meg vizecske, békénhagyás. Szóval, hogy a kis kutyánk is akkor van jól, akkor alszik olyan aranyosan, békén hagyjuk. A moha is akkor nő rá. A víz is akkor mossa ki a Dunakanyart, ha úgy hagyják. Szóval ez a hagyás, ehhez nincs mindent, ha nem lenne elég bátorságunk. A belepiszkálásnak is megvan a rendje, ugye azért az általában inkább robbanást, változást, destrukturálódást, újra összerakódást, ez egy másik műfaja a belepiszkálás. Én a következőt javasolnám minden szülőnek. Nekem szerencsém van, én nagyon sok mindenre emlékszem. Szerintem 2-3 éves koromtól kezdve. Ha nem emlékszem arra, hogy nekem milyen volt az, amikor nekem mondták, hogy gyere már és csináld és rakd el. Ha én erre nem emlékszem, akkor valószínűleg nem akarok rá emlékezni, akkor az nem volt jó. Akkor azt nekem nem jól mondták. Ott valami baj volt. Akkor nem szabad azt mondanom, amit nekem mondtak. Tehát ez egy nagyon egyszerű logika. Akkor én velem valami nem stimmel, tessék elismerni, ilyen egyszerű, és akkor ahhoz a dologhoz nem értek. Még tovább megyek, hogy ezt agresszívan fejtegessem, melyikünk merne egy autószerelő munkájába beavatkozni, ha ő nem tudná, hogy ott mit kell csinálni. Hát én hogyan merek én abba a kérdésbe beavatkozni, hogy ma pedig az legyen, és amikor én nem tudom, hogy én azt hogy csináltam, és nem értek hozzá. Legalább ismerjük el, ha valamihez nem értünk, és legalább valljuk be, hogy a szabályinkat mi alkotjuk, sok esetben a mi ideológiánk szerint, a mi önkényünk szerint, a saját kényelmünkre, sok esetben akár azért, hogy összetartsunk egy rendszert, hogy az működjön, de ne higgyünk benne túlzottan. Köszönöm szépen Hajós András szülőnek, hogy itt volt velünk az Apa Idő Podcastban, és elmondta a gondolatait, a történeteit, a világlátását a szülőséggel kapcsolatban. Köszönöm, András. Köszönöm a meghívást, jókor vetettél véget ennek, mert általános iskolában is úgy ennyit bírtam úgy egy helybe ülni, és szerintem, ahogy látom a kamerákat, azok nyugodtan állnak, tehát ez így látszani fog szerintem, hogy úgy most úgy elég is volt. Kimennék a levegőre, tanár úr, ha megtetszik engedni. Ennyi volt a megtiszteltetés, köszönöm. Köszönöm szépen.